A 8 közül az egyik feladat az activity volt, amelynek során a 3 diák polgármester jelöltnek bizonyítani kellett rátermettségét a pozícióra. Nyíregyházán 2 évente választanak új ifjúsági tisztségviselőt, akik a diákok érdekeit képviselik. A megmérettetésben Orosz Mercedes, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium 10-es tanulója, Bán Dáriusz, a Kölcsey Ferenc gimnázium diákja, és Stekler Gergő, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Veselényi Miklós középiskolája, szakiskolája és kollégiumának tanulója vett részt. Szereplésüket szakmai és diákküldöttekből álló zsűri véleményezte. A mindenkori diákpolgármester munkájára számít a város. Bennük van a jövő a fiatalokban. Mindenféleképpen hallatni kellene a hangjukat olyan fórumokon is, ahol az idősebb generációk hallják. Gondolok itt az ifjúsági kerekasztalra, ahol a diákpolgármesternek direkt szánunk egy helyet arra, hogy azokat a problémákat, amelyek igazából ezt a fiatal 18 év körüli korosztályt foglalkoztatja, arról mi is tudjunk, mert ugye mi már ezt nem tudjuk, nem tudhatjuk, és másképp is éljük meg, mert a mi gyermekkorunkból való, vagy ifjúkorunkból való hozadék az teljesen más volt, mint ami ennek a világnak a gyökere. Úgyhogy ezért fontos Nyíregyháza számára az, hogy lássuk azt, hogy a gyerekeknek mi a problémája, legyen egy képviselőjük, álljon ki, mondja el, és hogyha tudunk, akkor orvosoljuk is azokat. 2016 legújabb diákpolgármestere, aki pedig név szerint Stekler Gergő. A 2 órán át tartó küzdelemben Stekler Gergőt ítélték a legrátermettebbnek. Szabad idejében sokat sportoló fiatalember több dolgot is megfogadott diáktársainak. Mindenképpen meg tudom azt ígérni, hogy beleteszem magamat 100%-osan ebbe az egészbe. Én mindenféleképpen meg tudom azt ígérni, hogy a diák életet fel fogom lendíteni, és olyan színes, olyan programokat fogok szervezni, amiben mindenki meg fogja tudni találni a neki való helyét, amit neki tetszik, és mindenki meg fogja benne találni, hogy mit fog tudni csinálni. A diákpolgármester nem csupán kortársaival tartja a kapcsolatot a jövőben, hanem Nyíregyháza önkormányzatával is. Számos olyan feladatban vesz majd részt, ahol a diákok állnak a középpontban. Nagyon fontos, hogy a diák polgármester az maga is diák, tehát ismeri a korosztályát, ismeri minden nyűgét, baját, felkészült, és látjuk azt, hogy elhivatott diák polgármesterünk van. Mindenképpen fontos elvárás vele szembe az, akik megválasztották, ők leginkább elvárják azt, hogy képviseljék az ő érdekeiket. Aktívan részt vegyen a diák önkormányzatnak a munkájában, és partner legyen az önkormányzatnak bármilyen az ifjúságot, vagy a diákságot érintő ügyek kezelésében, eldöntésében, akár kulturális programok megszervezésében, de mondhatok ettől sokkal komolyabb dolgot, hiszen van egy ifjúsági felmérésünk, egy kutatásunk, amelyre alapozva ifjúsági koncepciót készítünk. És igen, aktívan számítunk a polgármesternek a véleményére, hogy ez olyan koncepció legyen, ami visszatükröz a diák az elvárásait. Stekler Gergő diákpolgármesterrel a nyíregyházi tanulók is találkozhatnak Mustárházi fogadóórán.